Az elmúlt évekhez képest 2022 kifejezetten jól alakult a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, mondja Illés Tibor elnök, hiszen az idénre tervezett programokat a szervezet mellett minden Tolna megyei hagyományőrző csoport is maradéktalanul meg tudta tartani. Nagy programunk a Bukovina Fesztivál, ahol külhoni csoportok is, ugye természetesen, hiszen ők is tagegyesületeink, és eljöttek, és így tényleg egy nagy programra kerekedett. Ugyan sajnos ugye az ukránok például nem tudtak részt venni. Ebben az esztendőben is megszervezték a néprajzi tábort, amelynek ezúttal kismányok adott otthont, illetve több beruházás is megvalósult idén. Ugyanis egy székely csűrt is átadtak szintén a településen. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége még 2021-ben nyert közel 4 millió forintot az Agrárminisztérium pályázatán. Ebből az összegből jöhetett létre a különleges hagyományőrző helyiség, amely régi kézműves szakmákat és egyben munkafázisokat mutat be egy állandó kiállítás keretén belül. Itt többek között az asztalos, csizmadia, valamint a szűcs, és a jövőben még a kovács mesterséget is gyakorolhatják a látogatók. Én úgy gondolom, hogy be fogja állni ez is a helyét, hiszen elveszőben lévő szakmákra gondolva szeretnék egyfajta, illetve ez a gondolat vezérelt, hogy átmenteni, és tényleg a jövő számára be tudjuk mutatni ezeket, amelyek én úgy gondolom egyik évről a másikra el fognak tűnni, és el fognak kopni. Az elnök hozzátette, örül annak is, hogy most már egyre több településen lelhetők fel kopjafák, szobrok, a székelységhez kötődő jelképek.